Kockásinkben borostársam, Mendrei László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem akartam megszólni természetesen, hogy elhagyta a borotvát, vagy ilyesmit, szerintem ez most szándékos. Hát már elég régóta elhagytam a borotvát, de... Szóval szándékos is? Persze, szándékos, így van. Mert hogy a kockásing az mostanában nagyon divatba jött. Abszolút. Zsarolják a kormányt, méghozzá a gyerekekkel? Hát igen, ügyetlenül tesszük, ha azt tesszük, de egyébként az ilyen vádaskodásokat kikérjük magunknak, hát én nem tudom, mit gondol a miniszter úr, ezek, ha jól tudom, a zsarolás az egy büntetőjogi fogalom, ezt lehet, hogy bizonyítani tudni kellene tudni. Igazából azt látom, hogy bármit is csinálunk, bármilyen módszerhez folyamodunk, bármiről beszélünk. Most már lassacskán hónapok óta a Lázár úr rendes heti kormányinfóján ezért egyet-egyet billent a pedagógusokon, hogy hova kellene figyelnünk, hova ne dugjuk a fejünket, mert miben van hibánk. Én azt gondolom, hogy ha egyszer ennyire szívén viseli a dolgát a közoktatásnak, akkor hát jöjjön el, szívesen elbeszélgetünk vele, meg be is megyünk vele egy-két iskolában, nézzem meg, hogy valójában mi van. Hát neki is iskoláskorú gyermekei vannak, úgyhogy szerintem pontosan tudja. Gyerekeket használnak fel béremelés kiharcolására. Ez a béremelés, ez most egy kulcs szó a kormányzati kommunikációban, a 18%-os béremelés. Ezt akár az ön által vezetett képviselt szakszervezet, vagy a többiek a felsorolt követelési listában szerepeltették ezt a 18%-os béremelést? Ez egy bűvésztrükk, amit itt azt hiszem talán éppen Palkovics úr mondott tegnap vagy tegnap előtt, hogy ezt csak kiszámolták, hogyha minden egyes követelés... Tehát, hogy akkor, bocsánat, jól emlékszünk, ha nem emlékszünk, hogy jól emlékszik, hogy nem listáján, nincsen a benne. Pedagógusok listáján nem volt az, hogy és kérünk 18% béremelést. Szó nincs benne, arról van szó egyrészt, hogy a kormány tartsa be az ígéreteit. Ugye itt, amit a Rétvár úr tegnap mondott, hogy hát miket akarunk már megint a új béremelési helyzetet kiharcolni a minimálbérhez kötéssel. Könyörgöm, ők voltak, akik megadták, aztán gyorsan el is vették, mikor rájöttek, hogy ez nekik nem annyira jó. Szó nem volt béremelési követelését, arról van szó, hogy a pedagógusok túlterheltek, a gyerekek túlterheltek, az eredmények pedig romlanak. Ezek azért, hogyha valakik túlterheltek láthatóan és tudhatóan túlterheltek, ennek pedig eredményromlás az oka, akkor nem fenyegetőzni kell, meg elterelni az egészet, a társadalmat megosztva, becsapva, hogy ne ezek a pedagógusoknak, ezeknek aztán semmi nem elég, meg egyébként is bérnyomás alá helyezik a miniszterelnököt, azt mondja, mi vérnyomásunk, ami van, az ebből a szempontból másodlagos, na de erről szó nem volt. Hát most a kommunikáció iránya az nagyon egyszerűen követhető, a kormányzati kommunikáció iránya, tehát önök béremelést követelnek, miközben már kaptak, és most mások jönnének a sorban, ez ugye el is hangzott a parlamentben, azon kívül ehhez a béremeléshez, ennek kiharcolásához a gyerekeket használják fel. És még itt van a tankönyv lobby, mert akármit is csinálnak önök, akkor is marad az ingyenes tankönyv, mondta Lázár János, mármint, hogy marad, és nem engedünk a tankönyv lobby nyomásának. Az ősi taktikának, technikának a felelevenítése, talán ebből a székből is mondtam már jó néhány szere, az meg is uralk, hogy hogyan lehet a társadalmat szembefordítani, hogyan lehet a orvosokat, a mérnököket, a média munkatársait szembefordítani, a pékeket, a pedagógusok, hogy azoknak aztán semmi nem elég. Nem erről van szó. Nem azért kardoskodunk, harcolunk, beszélünk a tankönyvpiac megnyitása mellett, mert nekünk a média, a tankönyvpiaci lobby az olyan nagy barátunk lenne, ismerjük őket, és azt gondoljuk, hogy igazuk van akkor, amikor azt mondják, hogy a tankönyv választék felszabítása az árleszorító hatása egyszer, másrészt pedig minőségjavító az egészen biztosan. Az kiderült, hogy ezek a ezeknek a most oly sokszor reklámozott ingyen tankönyveknek, amiket a gyerekek megkapnak, az ára azért 15 milliárd forint, tehát azt mondják, hogy ennyivel segítették meg a családokat, nagyon helyes. De senki, hogy ezt megtették, akik rászorulók, azokat meg kell segíteni. Azt gondolom, hogy egyébként aki meg nem, mondjuk például nekem szerencsére, nekem már nincsen ilyen korú gyerekem, akinek kellene a könyv, de nekem nem kellene, nekem van állásom, még van fizetésem, még meg tudom venni ezeket a könyveket, és vagyunk ebben az országban nagyon-nagyon sokan, és vannak még olyanok, akik sokkal jobb helyzetben vannak, mint én, illetve a családom, nem kell mindenkinek ingyen adni. Ellenben ingyen, illetve meg lehet vásárolni a tankönyvpiacot és a jó minőségű könyvet a rászoruló családoknak, és oda lehet adni. Mert a tankönyvpiac, az bizony, még ezt mondom, árleszorító és minőségjavító hatású, az, hogy most van egy kiválasztott cégcsoport, egy kiadó, igen. Bármi, akik ezt csinálják, az nekik is nagy volt, nem kellene itt ilyen álságosan érvelni. Azt is mondta Lázár János, hogy hát várnak mindenkit a kerekasztalra, az oktatási kerekasztalra, el fognak menni? Van egy másik meghívás is, a héten, talán tegnap előtt megalakult ez a bizonyos civil közoktatási platform, aminek az a célja,
hogy tárgyalásra kényszerítse, mert ugye másképp ez most már lassacskán nem megy, a kormányzatnak a képviselőt. Ki fogunk dolgozni egy olyan alternatív közneveli közoktatási, inkább közoktatási törvénynek nevező törvénycsomagot, amelyik működőképes, amelyik ezt a mostani nagyon-nagyon rossz helyzetben lévő közoktatást ki tudja emelni a kátyúból, és ahhoz, hogy ebből törvény legyen, ez viszont kell a politika, és hát majd egy-két szóval, hogyha megengedi, meg erről is beszélünk, hogy a politikát nem vigyük az iskolába, kell a politika, a politikusok segítsége, hiszen ők hozzák a törvényeket. Az, hogy mi elmegyünk-e vagy sem, az nem az én döntésemnek a kérdése. Hát az elsőnő ott volt. Az elsőnő ott voltam, mert ez volt a megbízatásom, hogy el kell menni, meg kell nézni. Azt, amit ott láttam, azt elmondtam, hogy abból a szempontból pozitívum volt, hogy bármiről lehetett, nem volt tabu téma, de ez nem jelenti azt, hogy abban a környezetben, abban a kerekasztalban, ahol a barátok ülnek, a baráti meghívottak a sorstársakkal. Akkor a többiekre. Így van, többire őket nem hívták meg. Hát én azt gondolom, hogy erre a mostanira egészen biztos, hogy nekem a kongresszus fog felhatalmazást adni, illetve a PDS-nek, hogy elmegye vagy sem, holnap után a kongresszusunk, ő majd dönteni fog. Politikát, mit akarsz, politikával, ugye a Lázár úr elmondta, hogy hát nem helyes a politikát bevinni az iskolába. Abszolút egyetértek Lázár úr, ennyire még sohasem. Csak akkor szeretném megkérdezni, hogy tavaly ilyenkor mérkezőt szervezés március 15-ére csillogó szemű vidéki kis diákokat, meg nagyobb diákokat összeszedni, felbuszoztatni Budapestre, meghallgatni a miniszterelnök ünnepi beszédét, ami szerintem szintisztán politika, és ráadásul pártpolitika. Egyébként nem mi visszük be a politikát az iskolába, a politika terjeszkedett, terpeszkedett be, hiszen azzal, ahogy átalakították a közoktatást, azzal, hogy az általános iskola tervező gyerekek kétharmada most már a szakoktatásból megy, és hát a szakoktatást pedig nagyon, hát nem tudok erre más mondani, hogy lebutították. Ezzel olyan egyszer használatos szakemberek, szakmunkások kerülnek a munkaerőpiacra, akik nagyon nehezen tudnak állást találni, hogyha bármi miatt bajba kerülnek, és ebből a szempontból kiszolgáltatottjai lesznek az aktuális kormánynak. Mit szól ahhoz, hogy most már nem csak a pedagógusok összefogása széles és szélesedik, nyilván szombaton látható volt a szülők és a társadalom bármely tagjának a támogatása, aki ott volt a szombati demonstráción, de hogy a diákok is, tehát a kockás inges mozgalom, mert most már ez lett a szimbólum, hogy a diákok is elkezdték a Facebookon szervezni a saját csoportjaikat, hogy mindenki, talán holnapra hirdették többen, ebbe menjen iskolába. Mit szól ehhez? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amelyik a politika következménye, annak a politikának a következménye, amit egyébként bátran és büszkén vállalunk, ez a polisz, a közösség ügyeivel való foglalkozás. A diákok is, hát itt középiskolai diákokról van szó, meg hát azért lássuk be, talán mondjuk 7.-8-osokról, de leginkább középiskolásokról, akik rájöttek arra, hogy saját maguk érdekében nekik is lépni kell. Ebben semmiféle pártpolitika nincs, itt arról van szó, hogy kérem szépen az, hogy én hova járok, milyen iskolából, milyen körülmények vannak, milyen könyvekből kell tanulnom. Pedagógusként mit mondanál? Azt mindenféleképpen támogatni kell. Pedagógusként, történelemtanárként azt mondom, hogy igen, ennek helye van. Természetesen itt a pedagógusoknak van szerepe. Természetesen mindegy, hogy milyen most történelem, vagy irodalomtanár, vagy osztályfőnök, éppen van szerepe, van ebben dolga. Legfőképpen az, hogy a szélsőségeket lenyesegesse, és valóban abba az irányba tudjon elmozdulni ez a dolog, amikor a gyerek saját magáért és a közösségért tud tenni, így lesz belőle felelős állampolgár. Hát meg azt hiszem azért most egy több helyütt, több iskolában a pedagógusok és a diákok közötti kapocs egy erősebbé vált. Köszönöm szépen, hogy itt volt.